Az átlagnál 1,2 Celsius fokkal melegebb volt az idei nyár. Az átlagnál 1,2 Celsius fokkal melegebb volt az idei nyár. Rekordokat döntögetett a tiszatavi turista szezon, de sokan választották a termálfüldőket is térségünkben. A gyakori hőség mellett nagyon száraz is volt a nyár, a csapadék összeg is jelentősen elmaradt az átlagtól. Az évszak középhőmérséklete országosan 22 fok volt. A június 2,1, a július 2,2 fokkal volt melegebb a szokásosnál, így a június a harmadik, a július a legmelegebb lett 1901 óta. A nyár első két hónapjának az átlaga megközelítette a 23 fokot, amihez hasonló nem fordult elő az elmúlt 121 évben. A június közepétől augusztus közepéig tartó két havi időszakot nagyrészt hőhullámok határozták meg. Ugyanakkor megjegyezték, hogy az évszak eleje és vége a szokásosnál hűvösebb idővel telt. Az augusztusi középhőmérséklet országosan egy fokkal elmaradt az éghajlati normáltól. Az évszak legalacsonyabb hőmérsékletét a meteorológiai nyár első napján, június 1-én rögzítették. Június második hetében a szokásos közelében kisé afelett alakultak a középértékek, majd 13-ára egy markáns hidegfront hozott jelentős lehűlést. A hűvösebb idő viszont nem tartott sokáig, június második felének időjárását már hőhullám határozta meg. A legforróbb napon, június 24-én az országos átlag elérte a 28,6 fokot, ami 8,5 fokkal magasabb a normálnál. A július hidegfronttal kezdett, majd egy újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét. 8-án tetőzött a kánikula. Az Adonyi állomáson mért 40,2 fokos érték az év legmagasabb hőmérséklete. 2021 nyarán 4 hőhullámos időszak fordult elő, június 2. és július 1. felében egy-egy hosszabb, július végén, illetve augusztus elején 2 kissé rövidebb. A gyakori hőség a hőhullámos napok számában is megmutatkozik. Országos átlagban 22 napon érte el a napi középhőmérséklet a 25 fokot. Ennél több 1901 óta csak 2012-ben 24 nap és 2015-ben 28 nap volt. A legtöbb hőhullámos nap a déli-délkeleti ország részben fordult elő, ahol nagyobb területen 30 fok felett volt ez az érték.